Főző Soha a Színházban a koreai Nanta című előadást eddig 8 millióan látták a világ 43 országában, most hazánkban is bemutatkoznak. Vendégem Raminkünk, a kulturális menedzser a Koreai Kulturális Központból és Páfi Dóra szóvívő. Köszöntöm Önöket. Hát nekem az jutott eszembe, hogy a nézők most fotókat láthatok, ez nyilván azért valamennyit visszaad a hangulatból, de hát az igazi ezt megnézni, hogy itt színészek vagy szakácsok szerepelnek ebben a darabnak, mondhatjuk? Igen, főként színészek a szereplői, akik kiválóan főznek, és a show alatt a kedves nézők láthatják, hogy hogy készülnek el a koreai ételek, és eközben élvezhetik a koreai tradicionális zenei ritmusokat is. Mi az, ami elkészül ilyenkor egy-egy előadás alatt? Mindig ugyanaz, vagy itt azért változik a kínálat? A menüsor az ugyanaz, ugye egy történetet mesél el a Nanta, egy esküvői menüt kell megfőzni a séfeknek, és ez az esküvői menü tartalmaz kimcsit, amit szerintem nagyon sokan ismernek, különféle zöldséges rizses ételeket, külön elkészítenek egy szószt és egy levest is. Ha már az ételeknél tartunk akkor, és majd még visszatérünk az előadásra, de mindenképpen érdekes, hogy mennyit tudhatunk mi itthon a koreai ételekről, mert általában amit mi távol-keleti ételeknek gondolunk, az főként a kínai konyhával azonosítjuk. Miben tér el mondjuk egy koreai konyha ettől? Mert mondom, ez is sok minden fűszerezés, ízvilág, tradicionális ételek, szóval melyek azok, amelyek jellemzőek a koreai konyhára? A koreai konyha a kínai konyhához képest nagyon egészséges és nem zsíros, sok zöldségeket használunk, így a mindenki lehet szeretelni azt a ételeket. Mi a tradicionális ételük? Az a kimcsi az a legnépszerűbb, az itt Magyarországon is kóstolhat, talán koreai étteremben. Az nagyon egészséges, és többé sok koreai tradicionális étel is van itt. Milyen az ízvilág? Ez is egy picit pikánsabb, csípősebb, vagy kevésbé, mint a kínai mondjuk? Hát hasonló, mint a kínai, de a koreaiak is nagyon szerették a ilyen csípős ételeket, például hagyma és fokhagyma, paprika, ilyeneket használunk. Ugye itt azt mondtam a számokban, a 8 millióan látták eddig 43 országban. Mi a sikertitka? A sikertitka az az, hogy ötvözik a koreai zenei világot a nyugat-európai előadásmóddal. Egyébként 97-ben született meg ez a produkció. Akkor egy jó ideje turnézik a világon. Így van, így van. Ez volt egyébként az első ázsiai show, amit bemutattak a New York-i Broadway-en 2003-ban. És különlegessége még, hogy Koreában több mint 5 saját színháza van, és az idejében még Tájföldön is nyitottak egy saját színházat. Azt lehet tudni, hogy maga az ötlet, az előadás ötlete hogyan született? Tehát miért éppen a főzés? Az egy dolog, hogy szeretünk enni, tehát általában mindenki szeret meg, ez egy kellemes tevékenysége az embernek, de ezt színpadra állítani, tehát egy főzést azért az elején nyilván kockázatos vállalkozásnak is tűnhet, nem? Igen, egyébként az alapvető ötlet az Song Seung-han-tól jött, aki egyébként a 90-es években egy nagyon elismert színész volt Koreában. Ő egyébként a PMC Productionnek a tulajdonosa, ami a Nanta Show-t működteti. És hiába volt elismert színész és vezetett egy színházat, pénzügyileg nem állt túl jól. Ezért egyik nap hazament, elkezdett főzni otthon a konyhában, amit egyébként nagyon szeretett. És elkezdett gondolkozni, hogy mi lenne az a produkció, amit meg tudna valósítani és világ sikerre vinni. És a főzés közben elkezdett dobolni a késekkel, a fakanalakkal, és eszébe jutott, hogy hát van egy tradicionális zenei stílus, a Samul Nori, ami erre nagyon hasonló. Főzni mindenki szeret, mindenki szívesen kóstolja meg az ételeket, miért ne állhatna össze egy produkció ebből a két-három elemből. Most azt nem kérem, hogy teljesen végigmondják el, hogy nagyjából azért mire számíthat a magyar közönség majd a Millenárison. Egy nagyon humoros előadásra. A színészek rengeteget fognak mozogni a színpadon, akrobatikus részeket is láthatunk, megismerhetjük a koreai konyhát és a koreai
tradicionális ritmusokat. És akkor ez azt jelenti, hogy ők ott tényleg a színpadon fognak majd főzni a közönség előtt, és így gyakorlatilag mennyi időre tehető ez, mert hogy ugye az ételeknek kell az az idő, amíg elkészülnek, tehát gondolom ez pluszban azért rátesz, hogy a show az összeálljon ennek ellenére. Így van, 1 óra 40 perces lesz a show, és különlegessége, hogy a végén a nézőket is bevonják a produkcióba, és lesz egy-két szerencsés, aki felmehet a színpadra, és közelről is láthatja az ételek elkészítését, és részt vehet egy tradicionális koreai esküvőben is. Egyébként akkor ilyen gyors alapvetően a koreai konyha, mármint az ételek elkészítése ilyen gyors? Mert azért viszonylag 1 óra 40 perc alatt összerakni egy esküvői menüt, azért az nem egyszerű, nem? Az egy is jó, azért egy kicsit gyorsabban, de általában koreai ételnek 2-3 óra kell. 2-3 óra kell. Igen, hosszú idő. Nagyon szépen köszönöm, az időpontokat mondjuk még el. Azt hiszem 2 előadás lesz, ugye, ha jól tudom. Így van, a Millenárison június 1-én szombaton 16 órakor és 19 órakor fog kezdődni a napta. Köszönöm még egyszer. Köszönjük szépen.